Az iparművészeti tagozat felkérésére megkaptuk a feladatot Sára Ernővel kettesben, hogy az iparművészeti kiállítást megrendezzük itt Esztergomban. Az iparművészeti tagozaton belül sokféleség uralkodik, a bőröstől, a textilesség, a belsőépítéstől, a grafikusig, a formatervezőtől, az ötvösig. És ezt a sokféleséget, ezt kellett a kiállításnak úgy tükröznie, hogy ez egy egységes szellemiséget képvisel, hogy a sok különálló művész ereje összpontosul egy egész kiállításban. Megtaláltuk azt az eszközt, én kiváló partneremmel és alkotótársammal, Sára Ernővel, hogy hogy tudjuk azt megcsinálni anyagban, és hangulatban, és stílusban. Azt, hogy itt a sok művész egymás mellett egyrészt ne rontsa a másik értékét, de erősítse azt. Ezért az alapja volt mindennek, hogy egy fekete enteriőrt képeztünk, és a fekete enteriőrben minden művészeti alkotás, akár tabló, akár önálló tárgy, egy azonos, egységes háttérben jelenik meg, és mint a fénnyel ezt kiemelve gyakorlatilag csak azt mutatja meg. Nem érdekes a környezet, nem érdekes a másik mellette lévő tárgy, oda összpontosítsunk. Tehát a fény, mint a legfontosabb eszköz, és a tér, amelyik a mozgást, a egyes elemeknek az egymáshoz való viszonyát határozta meg. Ez volt a kiállítás tervezésének az alapja. Az arszpoetikámban az olvasható, hogy harmóniára törekszem úgy a terekben, mint az emberek között. És ezt fontosnak érzem, mert a harmóniában van az alkotói erő. Az, ami mindig felemel, és ami csak pozitívat sugall magából. Na most azért, amikor a műveket megnéztük és megismertük, az egy fontos játék volt, és nem kis játék, hogy tudjuk egymás mellé, vagy egymásra szembe helyezni a tárgyakat. Ernővel megcsináltuk maketban, pici maketban az egyes tárgyakról készült elemeket, és a makett térben egymás mellé helyeztük. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagy részét alapvetően így sikerült megcsinálni, mert ismerjük a művészet, ez művészt vagy művésznőt, ismerjük az ő tárgyát. Ezért gyakorlatilag az alaptervek alapján készült a kiállítás. De azért itt a helyszínen bizony voltak változtatások. Nem kicsik, nem nagyok, de voltak változtatások, amelyek pontosan ezt az erőviszonyt akarták kiegyenlíteni. Kialakult az a gondolat, hogy van egy fogadó tér, a fogadó térben pedig ott fogad minket mindenki ünneplőben. Ott van mindenki, aki ebben a tagozatban szereplő. A maga arszpoetikájával, a maga fényképével, születési dátumával és a maga kis lényével. Tehát piciben megjelenik az, ami az első gondolat volt, ez az ateljé, de azért ez a pici mikrokörnyezet ott megjelenik. És ez egy nagy spirálban egy központi mag köré szerveződik. A tagozattól ketten kaptuk a feladatot. Szenes Pista az építészeti megoldás kitalálásával, én pedig a látvány megoldására kaptam a felkérést. Érdekes, hogy sokáig kerestük a címet, de tulajdonképpen ez pont Simon Károlynak volt az ötlete, hogy ez egy olyan próbálkozás ez a kiállítás, ami megelőzné a 2015-ös műcsarnokbeli nagyiparművészeti szalonnak a kiállítását, és igenis nem kell itt sok művet felsorakoztatni, mindenki tegye le a névjegyét. Tehát a névjegy innen jött, aztán próbálkoztunk más megnevezésekkel is, de maradt a névjegy. Az iparművészet abba különbözik az autonóm művészettől, hogy itt vannak, a tervező művészetekben vannak szigorú szabályok. Először is alapvető egy olyan technológiai ismeret, és mindez a anyagismeret kapcsán a felhasználható, attól függ, hogy milyen területről beszélök, meg vannak a funkciók, hogy minek kell megfelelni. Tehát azt kell mondjam, hogy ilyen értelemben kortárs, nem kortárs nem nagyon érdekel. Mert ezeket mind rangot, mind minőséget szokták, az autonómiát is, mind rangot, minőséget. Na most nekem erről az a véleményem,
hogy szeretek én nézni egy elszabadult rózsaszín léggömböt, ha van rá időm. De ez az elszabadult rózsaszín léggömb, ez nem jelképez se felemelkedettséget, se szabadságot, és végképp nem rendelkezik a zászlónak vagy a szerszámnak a rangjával. Tehát aki mind rangra hivatkozik az autonómiára, az egyrészt vagy elvesztette a saját autonómiáját, vagy pedig óriási tévedésbe esik. Tehát az ember nem hangoztathatja azt, hogy autonóm, mind rangot, mert az ugyanolyan lenne, mintha azt mondanám, hogy én nagyon okos vagyok, vagy szerény, és mind a kettő fogalom felveti az ostobaság és a gőgnek a látszatát. Tehát itt arról van szó, hogy nem műfajok, hanem művek képesek rangra emelkedni, és itt kiváló alkotások vannak. Csak el kell helyezni a maga mi voltába. Nem szabad a tervező művészeteket, az iparművészeteket, a mindennapi használati eszközöket, megszépítő, kellemesé tevő eszközöket összetéveszteni azzal, hogy most valaki valamit kitalál. Tehát ez egy nagyon konkrét, szigorú szabályok szerint működő műfaj, ahol ezt figyelembe kell venni, autonomoknál ilyen kötelezettség nincs. Minden tagozata be kell, hogy mutatkozzék záros időn belül a Magyar Művészeti Akadémián, és ennek az első kezdeményezése volt a iparművészeti tagozatnak ez a bemutatkozása. Régi tapasztalatom nekem évtizedek óta, hogy karizmatikus személy nélkül, kitaláló személy nélkül nem megy a dolog. Emberek, 20-30-40 ember akkor mozdul meg, ha van valaki, aki ezt a mozgást előidézi, ez a Kókai Krisztina volt, a kitűnő textilművész, aki tudom, hogy kötődik egyébként is Esztergomhoz, úgyhogy ezt a kiáltást egy kicsit úgy csinált, hogy haza jöjjön a saját városába. Kitűnő további szervezők voltak, jó versépítészeti munka van itt ebben a kiállításban. A kiállítás nem csak attól fontos, hogy 34 akadémikus iparművész kiállít 8 műfajban, hanem ez a gyűjteményes iparművészeti kiállítás nincs körülbelül 15 éve Magyarországon. Tehát a rendszerváltás utáni nagy paszban, hogy megszűntek azok a gyárak, amik iparművészeti cikkeket csináltak öltözködésben, lakástextilben, butorban és minden egyébben, mindenki a maga kis műhelyébe dolgozik odahaza, elszigetelt körülmények között, és az, hogy most itt a művek meg a fotóik egymásra mosolyognak, ez egy nagyon nagy pillanat, mert az az idésem, hogy egy energiatöblet lesz, szóval ennek meg kell, hogy a hatása legyen. Önmagában is érdekes, hogy van egy katalógus, van egy kiállítás, de a ténye kicsit művészet szociológiai szempontból is fontos lesz majd a későbbiekben, hiszen minden nagy dolognak későbbi a jelentősége. A anyagok tekintetében mindig azt szoktam nézni elsősorban, sőt azt jegyzem meg aztán később, hogy hogy milyen mű van kint, az egy önértékelésnek a eredménye. Ugye, mert hogyha egy zsűri kiválogat valamit, vagy pázni kell valamit, az egy más szituáció. Itt minden művész maga mondta meg, hogy mennyit, és miért, és mekkorát, és miből akar kiállítani. Úgyhogy igazán nagy meglepetésem nincs. Örülök, hogy az az üvegplasztika van itt, amit én magam is jónak tartottam, és a szerző is annak tartotta, vagy az a bőrplasztika van a falon, vagy az az ipari formaterv megvalósult változata van itt, hogy az önértékelés jó. Tehát, hogy nincsenek nagy melléfogások, tévedések. Az pedig, hogy az egésznek van egy együttes hatása, az pedig a versépítés tervezőnek a bravúria, hogy ebben a térben a fekete falakkal és a megvilágított lógó felületekkel a fénnyel tudta azokat a rangsorokat megállapítani a minőségbe, amik hát muszáj, hogy megtörténjenek. Az akadémiai elnökség most már 5 éve, 2 plusz 3 éve engem eltávolított a szakmától, mert az az azt politikám, hogy az akadémia elnökségében, elnöki szövegében nem szabad kiderülni, hogy én milyen szakmát képviselik, ez egy összművészeti akadémia, tehát itt minden dolog egyformán fontos. Persze, amikor én hazamegyek 5-6 óra körül, nagyon gyakran előfordul, hogy 10-ig alszom, 11-ig alszom, fölcsörget az óra, és 2-3-ig kimegyek a mozaik műhelybe, mert akkor az ember fizikai, lelki állapotának ez a tölcsére, ez megfordítható. És miközben rengeteg élmény, hivatali és minden egyéb élmény zuhatag éri az embert, azt elfelejti, és elkezd szöszmötölni, mert érzésem szerint a költő is szöszmötöl, amikor a szonettjét megírja. Ugye az egész világ benne van a szonettban, de hát 8 sorba kell beletenni az egészet, vagy 12-be.
ez egy ilyen munka, ez egy rendkívül aprólékos kis munka, egy általam kitalált technika, mindent el tudok vele, most már 38 kompozíció van, és készülök 3 évben egy újabb nagy kiállításra, minden gondolatomat bele tudom sűríteni, ami kívül van a hivatalon, kívül van a családi problémákon is, minden egyében, hanem amire úgy érzem, hogy utána maradandóként itt hagyhatom a világban.